Szevasztok, gyerekek! Elindult a felvétül! Elindult az én így felvétül! Ja. Hát amit látjátok, aki már látta, azt látta a Fortnite-os videómat. Jó, hát nem az a neve, hogy... na. Support Code, hanem Support Creator. De mindegy, hát ugyanaz végül is majdnem. Amúgy, mert láttam már, hogy a kommentekben például egyes videósoknál, például GMI-nél, hogy USA kód, GMI, ja. Úgyhogy végül is szerintem amúgy. Jó, hát még nem írta senki, hogy hát ez nem support kód, hanem support kerató. Annak az a neve. Hát mindegy. És hát nem mindegy. De végül is mindegy, hát. És hát, na, kinek mi. Tök jó érzés, hogy meg tudtam oldani. Nem jó érzés. És egyedül, tényleg egyedül csináltam. Semmit nem néztem utána a videót. Ugye Google fordító, max annyi volt a segítség. A Google lefordítottam, és pup! Tök fajintos, nem? Ha nem, gyerekik, és akkor még azt mondják, hogy pután vagyok, legalábbis egy-kettő mondja, hogy pután vagyok. Azt pedig meg tudtam oldani egyedül ezt a dolgot, amit azt a PDF. Mondom, igaz, hogy pár hétig kínoltam vele, mire, mire összejött. Jó, ezt találom. Jó, nem, nem, na, sose csináltam még ilyet, na. Hogy most hogy kell, meg minden, de utána rájöttem, hogy hát már csak alá kell írni, meg be kell pipálni azt a papírt, hogy ki kell nyom, amit ki kell tett, hogy a nyomtatni, amit küldtek. Meg pár dolgot ki kell tett, küldeni nekik a ilyen személyt lefotózni, meg kormányhivatal is papírt is kell tett küldeni nekik. Ja, hogy a kifizetés rendben legyen, meg ilyenek, hogy lakcímet igazoljam, meg stb. Volt nehéz, hát na. Mert ugye lehetett volna bankszáma kivonatot is, de hát nyilván nincsen bankszáma, nem kártyám. Jó, Revolut van, azt elküldtem nekik, de azt nem fogadták el, gondoltam, nem fogják. Mert Revolut, az csak ingyenes kártya lehetőség, azt gondoltam, persze, nem? Meg hát azzal, csak hát mert az volt oda, hogy bankszáma kivonat, hát gondoltam, akkor biztos azt is elfogadják, de nem. Na mindegy, úgyhogy maradt a kormányhivatalos papír. Úgyhogy, ja, elfogadtak mindent, ez sikerült, és akkor én vagyok a potem, mi? Ugye glantoskám. De én vagyok, meg tudtam egyedül oldani, ha hiszed, ha nem, mert biztos nem. Nyilván valahogy nem fogják hinni, pedig hát, de én oldottam meg egyedül, hát, hát, én oldottam meg, akkor én. Tehát ki más? Ő? Bátyám nem fog ezzel ráélni, foglalkozni, hát ő dolgozik minden. Már persze, majd biztos. Nem, én egyedül. És annyi volt, hogy az elején megkérdeztem Fekete Bencét, hogy hogy kell. Az, ő elmondta nagyjából, és akkor onnantól kezdve egyedül. Ennyi volt. Na. Még meg kell állítani Fekete Bencére. Akkor úgy, ennyi volt. Ő segített az elején, elmagyarázta, és akkor onnantól kezdve meg csináltam egyedül. Na, ennyi volt. Úgyhogy... ennyi. Ennyi meg egy bambi. Láttam, tegnap küldte, Patuska is küldött hangvizit. Nézte a videómat. A fiaó videómat. Meglepődtem. Ja, már egy ideje nem nagyon küldte, hogy nézi a videómat. Gondolom, annyit teszek már fel, hogy persze, hogy majd fogja nézni mindig mi. Ja, hát végülis az igaz, hogy most nagyon sokat felrakok, hát. Jó, nyilvánvaló mindenki tudja, hogy miért. Az igény Monet.
Úgyhogy... Ennyi. Meg egy bombi. Mai nap is jött egy olyan komment, hát nyilván letiltottam, de érdekes, amikor olvasgattam a Thomas Johnsonnál a videókat, vagy videókat, kommenteket, és akkor mondja, nem is tudom ki, mondta le, azt mondja, hát Glandu írta, vagy nem tudom már ki. Glandu, mindjárt van, mert így vicces a neve. Milyen érdekes, letítja a negatívokat a saját kommentemnél, vagy a csatornánál, videónál, de másik meg olvassa. Hát de abban, hogy legyen úgymond téma, hogy ha nincsen már semmi olyan dolog, akkor nem muszáj valamit témázgatni, akkor úgymond reagálni a kommentekre, hát azért is komment reagálok, ha van olyan. De hát már sokszor, hát tényleg nem tudok már mindig mit beszélni. Az hát azért vagy az, hogy de legalább, na, csak kíváncsi vagyok, hogy na, miket írnak vajon. Ez is csak jót jelent, úgymond. Hát, nem. Hát például Ádám Mobil biztos, hogy ő nem nézné meg a máshol, hogy róla miket írnak. Azért mondom, hogy én egyiből csak akkor is, hogy mondjam, már jobb. Attól függetlenül úgymond jobban viselem. Néha-néha nem. Nem mindig. Vannak olyan időszakok, amikor ugye nem mindig viselem jól teket, kommenteket. Hát mikor, hogy? Mikor, hogy esik? Na. Amikor kedvem van, akkor persze van kedvem, de amikor olyan kedvem van, akkor nyilván. Ja. Még ahogy írta is a Tamás Zsorzon, hogy hát, hogy nem nehogy azt higgyem, hogy mindenki boldog, azt sokan láthatja. Meg ahogy írta is, hogy belátnővel is így lennék, hogy úgy, mint a géppel is, ja, hát, nem tudom. Valameddig biztos jó érzés lenne együtt lenni vele. De hát igen, ahhoz. Sajnos nem úgy működik az, hogy most pikpak van is. Ja, ahhoz ja, tenni kéne, hogy legyen is, meg most nem arra felmondom azt, hogy tenni, hogy most lefogy, mert ugye ezt már mondták is, hogy vannak ugye kövéleknek is, úgymond csajajuk, fordítva esett is, kövé csajoknak is van jó képű pasiuk, szóval ebből ide-vissza, kinek hogy mi jön be, hogy szokták mondani. Úgyhogy, ja. Hát azért mondom, hogy nem tudom, hát majd egyszer talán. Ha úgy alakul, majd lesz, ha én teszek érte, persze, ha én próbálkozok, csak hát amilyen izé vagyok, félinkes típus, meg... Hát igen, inkább az, hogy no meleg, ja. Jó lenne, meg minden, jó dolog lenne, de mégsem meleg. Ja. Hát. Elég hát, nem tudom, hogy egyáltalán lenne olyan, aki úgymond, lenne olyan. Jó, hát amit már mondtam, hogy próbálkoztak néha egy-kettő csaj rám írt Facebookon mesengelet, de most honnan tudja, hogy itt tényleg igazi dolog, igaz, amit akar, vagy csak megjátsza magát, ugye, vagy nem is igazi a nő csaj. Letenni is meg tenni azért, attól függetlenül akkor is nehéz. Nagyon ritka, ha valakinek tényleg sikerül. Ja, ritka, hogyha sikerül neten. Sajnos. Jó, biztos vannak, akiknek már sikerült, szerencséjük volt. Hát mondom, akiket már ugye említettem már ezt a NPC-s rájukat titkokon, ott is ugye, milyen sovány, a pasi meg, úgymond az is. Jó súlyos, ja. Szóval, de még mondom végül is. És akkor ráadásul már házasok, ki tudja hány éve, nem mondom már. Úgyis tudjátok, kikről beszéltem vele a kurko is. Akkor így mondtam, hogy a pénzélány. Ja. Jó, hát nyilván sok pénzélány van, de... Úgyhogy... Azért mondom, ja, csak hát...
Tehát annak a csávónak jó a dumája, ugye, amit már mondtam, van neki dumája, meg mit tudom én. Meg tudja lökni a dolgokat. Tudjátok, értitek, lökni. Meg tudja lökni. És nem akarom már szóval ezt mondani. Biztos jó a lökése, és akkor azért is. De értitek ezt a szót, a lökés. Meg tudja jól lökni, és akkor kutyupá. Jó, nem, persze, ahogy régen mondtam, nem mindig csak arról szól. Nem mindig csak du-du-du. Ja, de gondolom, abba is benne van, meg amit, na mindegy, szóval, na, nem. Tudhatjuk a dolgokat, hogy ott mik vannak. Várjátok, valamit hallottam, hogy nem? Bár úgy kint is tudtam volna videózni, mert egész jó idő van. Már voltam kint egy pár szót igézni. Egész jó kis időcske van. Úgyhogy, ja. Nézzük már meg, mert mit hallottam én. Kint is tudtunk venni volna. Ja. Tényleg nem tudom, hogy fog majd működni ez az Epic Games dolog. Hogyha majd, ha valaki fog vásárolni valamit, skint, vagy waybackot, vagy bármi ilyesmiket, hogy működik, hogy én utána majd ezzel által mit, hogy kapok, hogy most akkor, mert jól láttam, hogy meg kellett adni a PayPal-omat is ugye hozzáadni. Gondolom, akkor igen, csak a PayPal-ra kapok majd valamennyi, úgymond, pénzt. Aki vásárolt bármit, vagy, ja. Jó, gondolom, vagy új lesz, vagy waybackot, vagy nem tudom. Na mindegy. De tényleg, tegnap úgy meglepődtem, hogy ilyen sok összeg jött a jelekig. Ja, meg visszatérve a Patuskára, hogy amikor mondtam, a Patuska küldött hangozit, hogy nézd a videómat, és akkor mondta, hogy hát neki is így, ugye, néha benne van az, hogy milyen jó volt régen. A légidők voltak neki is a legjobbat, kartér 2016-os, 7-es időszak. Hát igen. Azok jók voltak. Meg a, hát a 2017-es, meg a 8 is persze jók voltak nekem. Mindegyik évszak jó volt. Attól függetlenül, hogy voltak hátránya is, úgymond. De ja, nem sok végül is hátrány volt, csak volt egy-kettő, inkább nem mondom. Osztja. De hát, ahogy mondta Patuska is, hogy nem kell ezen mindig gondolkodni, hogy a légi időkön. Jó, amit már mondtam tegnap is, hogy nem szoktam már nagyon már mindig gondolkodni rajta. Most talában már nem mindig hiányzik, de van, amikor olyan időszak persze, amikor hiányzik, hogy ja, már mondom, nem az ivásra mondom, ha valaki azt hinné, mert ahogy olvastam a Thomas Johnsonnál az egyik videónál, hogy jaj, hogy biztos csak azért nem iszik, mert hogy jaj, biztos a lába miatt, meg így, meg úgy. Ahogy meg biztos innen, csak a szülei mondták, hogy ne igyon, meg ne. Bebaszós rájózzon. Valami ilyesmi volt, aki írta. Meg tudjátok nézni, mert ott van. Azt nem tiltják ki nyilván, mert Thomas Johnson nem tiltja ki senkit. Nyilvánvaló, úgyhogy nem tudom már, hogy írta, de... De ezt már mondtam már pedig, hogy nem azért nem iszok, mert hogy a lábam miatt, mert a lábas dolog az már nyáron volt, és nem iszok már 2,5 éve. Szóval nem azért. Azért, mert hogy nem akarom, hogy lőgjenek rajtam. Bár igaz, hogy ezeken a videókon is állítólag nevetnek, mert láttam, a Thomas Johnson kirakta, hogy nem érti volna Krisztián, hogy miért nevetik rajta. Tehát ezen nem kosolyan, nem úgy tudnak nevetni. Na mindegy, csak az, hogy egyes szavakat nem ejtek ki jól, meg mit tudom én, azt gondolom amiatt is. Hát pedig nem volt elég, mondták, hogy ne igyak, már ne csináljam a baszóságokat, hanem magam miatt döntöttem így, ha iszítik, ha nem, esküszöm az életemre, hogy itt tögöljek meg, ha nem amiatt, hogy én nem amiatt nem iszok, mert hogy a lábos dolog miatt, hanem azért, mert nem akarom tovább most már égetni magam, nem akarok trash lenni, és ezért. Nem tudom, nem tudjátok megérteni, ezért, nem a miatt.
hanem amiatt, hogy nem akarom magamat tovább égetni. Normálisan csinálni. Mondta a videózást, hogy lehet nevezni ezt videózásnak, mindegy, mert úgy írta már egyszer valaki, hogy ez nem is videózás, amit csinálok, mindegy. De arra felmondom, hogy na, nem akarok többet égetni, nevessenek másokon. Vannak ott millió trash-ek, ha nem, már azok régiek nincsenek, akkor vannak új is, lesznek majd újak, az kész. Rajtam ne nevesselek. Hát most én már nem akarom ezt. Hát most valakinek, hogy úgymond normálisan videózok, mert már normális videózás akkor is, ha még eteken is tudnak mint nevetni, hát az már nem zavar, de úgy vagyok vele, hogy nem tudom, mi tudnak nevetni, ha unalmas videókat csinálok, amúgy nem tudom ezt megérteni. Ja, sose tudtam megérteni, ha mi vicces van abban, hogy ha unalmas videókat csinálok, akkor mégis nevetnek. Na jó van. Majd Tomás Johnson megmondja. Vagy nem. Ja. Ja, meg jött mai nap még olyan komment is. Csak nyilvánvaló, hogy ment a tiltás. Jó, végig tiltás, már megszokás. Se baj. Hogy még mindig a gépes dolog, a gamer PC érte, hogy jaj, tudjuk, hogy a gamer PC-ed, akkor is tudjuk, hogy te fegyegetőzted a családodat, meg minden, megölött magad, kiugrott az ablakon, meg nem tudom, miket írt is, megírta, hogy a család tagjaid elmondták, hogy miket csináltam. What? Egy, milyen ablakon tudnék kiugrani a első, ablakon? Ott? Úgy mondanám, mintha nem is tudom. Meg hát, amit már mondtam, nekem a lelkiismerete tiszta, mert hát én nem tudom. Most szerintem majd, ha fölbevágom magamat, meg minden, akkor majd meg fogják venni. Úristen. Maguk, bátyám magától döntött, hogy segít, és megveszi. Tehát, amit már mondtam, akkor gyertek le, azt kérdezzétek meg tőle, hát. Vagy nem tudom, hát. Én nem tudom, ezt. Hogy tudtok ilyet kitalálni, hogy a családtagjaim elmondták nektek. Persze, majd. Senki se tudta, csak a uncsim tudja, hogy akartam gépet. Meg fatelm után, meg a bátyám. Ja, meg Bogi. Ennyi. Na. Senki. Többi, akik rokonak, vagy valaki, nem. De mindegy. Hú, mondom, gyerekik. A kaján mondom, szint lobbalok, de jókedvűen. Legalább jókedvűen lobbalok szint. Hát, de hogy tudnak ilyet kitalálni amúgy? Még hogy én megölöm maga feljegetőzők? Ember, hát még mindig ezen mondnak egy... És most is jól esik amúgy tartani a telefon, de én mondom, mikor milyen kedvem van? Amikor jó kedvem, akkor nem is érzem, hogy tartom a telefont, hogy a selfie-bot kéne. Azért mondom, hogy ez a kedvemtől függ, hogy milyen a kedvem, meg ilyenek. Hogy érzem magamat. De most jól érzem magam, mert nagyon jó kedvem, hogy sikerült megoldani a support creator kódomat. Akkor nevezzük úgy, hogy support creator code, vagy mi. Ja. Mm-hmm. Tök jó érzés. Kíváncsi leszek, majd ki lesz az első támogató, aki onnan vesz, nem tudom, hogy lesz-e. Amúgy, de mondom, legyen már nekem is, miért ne legyen. Ja, de hát tényleg, hogy nem értem, hogy működik ez az Epic Games, hogy a videósoknak úgymond ad skineket. Pedig milyen jó lenne, én is kapnék, már előre kapnék skint az Epic Games-től, ami még kis sincs.
Mert ugye a GMI meg a ilyen Fortnite videósok, inkább úgy mondom a Fortnite-osok, videósok, azok ugye mindig úgy kaptak skineket, hogy amik még ki sincsenek. És akkor ugye mindig bemutatta a videóba. Ja. Jó, persze álmodozni lehet, hogy én is kapjak ilyeneket a The Peace Games-től, de hát, na mindegy, attól függetlenül lehet ezen is gondolkozni, hogy most hogy működik az ilyen, aki mondom esetleg ezért megmutatná nyugodtan, hogy működik az ilyen, hogy mit kell ehhez tenni, csinálnom, vagy nem tudom. Vagy a Epic Games válogassa ki dolgokat, hogy kinek a ajándékos, kinek, vagy nem tudom. Most már annyira érdekel nekem, most ezek a Fortnite dolgok. Ja. Úgyhogy, wow, tök jó éze is. Most talán minden olyan jó happy, nem? Ja, tök happy van minden. Annyira jó. Tegnapi támogatás is. Jó. Ja. Úgyhogy, nem tudom én mit mondjak. Szokásos szöveg, nem tudom mit mondjak. Mert mostanában már ezt nem szoktam mondani, mert valahogy általában mindig felhozok valami témát, akkor is. Ja. De emlékszetek, régen mindig mondtam, hogy hát nem tudom, mit mondjak. Hát nem tudom, mit mondjak. Wow, de jó kedvem van. Jó érzés volt, hogy tettem be zenét a vizébe. Annom lakok benne, kicsit hangulatosabb legyen. Jó halkan, ne legyen túl hangos se. Érdekes, a titkokra felraktam, ott jó hangos volt a videó. Mondom, ilyen hangos, bassza meg. Mondom. Wow. Jaj, de jó jött ez ki. Dehogy. Jó lett valami. Jött ki. Wow. Dehogy. Nem tudom, hogy működik a ilyen. Hogy működnek a ilyen dolgok, hogy működnek a skinek. Hogy jönnek. Ja, nem tudom. Na jó, majd gyerekek. Nem tudom. Hát nem tudom, hogy mit mondjak, mert szerintem mindent elmondtam. Miért lett ilyen sötét itt? Ilyen sötét van? Gyerekek! Ne legyetek már ilyen sötétek. Miért vagytok ilyen sötétek? Tisztelt a kivítjel. Vagy csak azoknak mondtam, hogy akik úgymond azt írják, hogy így megfejegető összök a családtagjaimnak. Úristen, gyerekek. Hát mindjárt. Kiúrok ott itt az ablak. Jó esetleg ott a emeleten a fatelék alaszának ott. De hát... Jaj, Istenem. Kajan, mennem gyerekik ez már. X-Day! Sállalva! Nyakamat kitör. Hát nem tölöm ki az én, de... Egy nyakamat ráteszem. Buah! Ja. Nem mindegy. Ami mondom, ki is tudtunk volna menni cigizni. Ott nem lehet leülni még, ott nem jó. Ja, az a baj, hogy ott leülni még nem lehet. Jaj, te mindig csak ülnél. De jó kedvem van. Jó kedvem van, na! Lesz addig? Most igen. De akkor is, akkor szerintem mondjam. Miért van az, hogyha jó kedvem van, akkor tartom a jó telefont. Akkor nem érzem, hogy... mindjárt leszokat akarom. Jaj! Ja, érdekes ez. Na mindegy. Nagyon szomszéddal beszéltem délelőtt. Pont kimentem cigizni. Valamit csinált, munkálkodott. Ja. Egyben nem beszéltem egy kicsit, köszönt, meg minden. Jól láttam Gelbézet, valamit, hogy a Gelbézet.
A tujáknál. Legalább beszéltem egy kicsit. De rendes hú. Wow. Mondtam is neki utána, jó munkát, további szép napot. Wow. Azt hittem mi? Jó. De úgy átélem, hogy mondtam neki, hogy egész jó idő van, mert minden. Ahhoz képest, hogy 5 fok van. Nagyjából 5 fok. Ja. Mert én mondom, hogy... De várom már a tavasztér, és nagyon várom a tavasztéget, de a nyarat nem várom. Akkor ízodok, mint az állat, meg minden. Én azt nem várom. Azt nem szeretem. Azért mondom, még ott ilyen 25 fok, 27, nagyon max 27, 25 fok, az még elmenne. Amikor már majdnem 30 fok, meg felett, az már azért az nem. Háj, de hát kívánság nem, ez a időjárás nem kívánság. Ahogy szokták mondani. Amennyi olyan fok van, olyan fok van. Ja, sajnos ez van. Tipbau. Várjon, mert nem mindig ilyen jó kedvem lenne. Csak hát nem mindig van ilyen sajnos. Tényleg. Tényleg sokszor van olyan, amikor szinte majdnem olyan, hogy hát nem olyan, hogy majdnem, mintha megölném magam, de szinte majdnem olyan, hogy az élet kedvem nulla. Senkivel semmit nem nagyon van beszélni. Kedvem se senki. Mondom, még a bátyám is akkor megkérdezte, hogy mit ölt itt? Mi van veled? De oké, semmi. Ja. Úgyhogy... Vannak ilyenek napok. De hát szerintem nem csak nálam, mindenkinél van ilyen. Biztos nem csak nálam van ez, hogy jaj, az élet kedvem nulla. Sok szól, sok szull. Du-du-du. De hát ez ilyen. Megint jó hosszú lett az a videóhoz képest, hogy nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz. De már kiszállott a nyelvem. Hú, elég jó kiszállott. Ja, meg nem megittem szörpöt, de majd csinálni kell megint. Vagy illuminátit, a kis illuminátit. Ja, szeretjük. Ja, ennyi. Remélem, hogy itt elmondtam. Legalább a titkokra is adtam már fel videót amúgy, mert ott is már nem laktam fel semmit. De hát tudjátok miért, mert nem lehet ott pénzt keresni. Majd mindjárt ígyek. Jaj, te pénzes, mindig csak pénzzel akarsz foglalkozni. Hát... Ez még nem azt jelenti, hogy pénzéhes vagyok, csak szeretnék a videókkal pénzt keresni. Ennyi. Ilyen egyszerű, nem? Ja. Na mindegy, majd egyszer is beválik, hogy titkokkal, videókkal lehessen pénzt keresni, hát hogy mikor. Pedig már ideje lenne, a Magyarországra is bevezetnék. Ja, jó lenne, mert akkor ott is, akkor csinálgatnám jobban a videókat is, akkor ott is, itt is, ott is, itt is, ott is, ott. Hát még a csomag nem jött, nem tudom gondolni, hát szerintem már héten biztos nem jön, mert csütörtök. Az a kettő valaki felajánlott csomagot, hát szerintem a héten már nem igen. Ja. Hát abból majd csak talán jövő héten. Ha lesz is, abból valami, nem tudom. Csaba Bortás videó. Már elég volt. Ja, mindig, hogy kiírottam vele mi. Jó, hát nem is akarok azokra emlékezni. De vajon majd levelet is fognak küldeni benne. Gondolom én, úgy, mint régen, hogy jött a levél. Ja, csak nehogy lenjenek olyan szövegek, mint régen, hogy ilyen hülye szövegeket írtak be, azt nem is tudtam kiejteni, azt tudom, és nem is olvastam már be. Fel azokat a szavakat, mert délek olyanokat írtak be, amiket nem tudok kiejteni, visszaértek úgymond, mert a... úgymond a... hát, hogy mondjam, a
képességemmel, hogy ezeket nem tudom jól kiejteni, vagy hogy mondjam ezt. Jaj, azok nem voltak jók. Azért, jó, tudom, az volt a vicces, úgymond az embereknek, ez volt a vicces. Ja. Akkoriban, hát, hogy most is úgy lesz, nem tudom. Főleg, ha most fel is hozom, akkor majd, na, akkor azért is írjunk csak neki olyan szavakat. Hát, végül is nézettségért, miért ne? Na, a csomagbontás videókkal biztos több lenne a megtekintés. Jó, lehet nem annyira, mint régen, de ilyen 5000, tippelek 5000 már, az már nem rossz. Azt mondják, ha már ilyen 10000 megtekintés van egy videóval, akkor azon már jól lehet pénzt keresni. Ilyen 10000 némán állítólag megtekintés van egy videónál, akkor már annál lehet jól, úgymond. De hát ugye nálam max ilyen 1000-1005, vagy max 2000, vagy 2005, vagy hogy van maximum általában. Hát igen, hát a 10000 az még messze van. De majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok ott is. Majd alakul a csatorna is, fejlődik, mármint úgy fejlődik, hogy megtekintésbe talán majd, ahogy olyat kéne kitalálni. Ja, bleh. Na, elköszönök. Szerintem mindent elmondtam. Ha tetszett a videó, lájkod. Ha nem tetszett, akkor... Ha meg tetszett, és ha meg nem tetted, akkor iratkozz fel, és pénz fejke. Sziasztok!